Köszöntöm nézőinket! Dél-Dunántúl híreiből, eseményeiből készített összeállításunk következik. Kaposvár újabb rohamot indít a munkanélküliség ellen. Nagyarányú ipartelepítést terveznek a megyeszékhelyen. Leomló löszfalak okoztak és várhatóan okoznak is nem kevés gondot a Balaton déli partján. Az UEFA edzői tanfolyam zára ünnepségét tartották ma Pécsett. Csorba Győző Kossuth Díjas költő síremlékét avatták fel a pécsi köztemetőben. Hm. 1995 tavaszán alkotta meg Kaposvár önkormányzata városfejlesztési koncepcióját, amelyben többek között az ipari park cím megszerzése szerepelt. Az utóbbit egyszerre két terület is megkapta a közelmúltban, amelytől a munkanélküliség további visszaszorítását várja a város. Az utazó, ha kelet felől érkezik Kaposvárra, a város előtt még zöldellő búzamezőt lát. Néhány hónap múlva, a szakértők reményei szerint, ezen a 40 hektáron azonban már az ipar veszi át az irányítást. Az ipari park már meglévő előnyei közé tartozik az, hogy közvetlenül mellette futnak a sínek az Adriáig, a közelben található a Taszári repülőtér, és a parktól északra vezet majd a várost elkerülő főútvonal. A város vezetése nagy hangsúlyt fektet a környezetvédelemre, talán ezért is kellett már két befektetőt, egy üveg és egy állati fehérje feldolgozót elutasítani. Ahogy a város polgármestere mondta, válogatni kell a beruházók között, azonban a munkahelyekre szükség van. Környezetszennyező iparok, iparágak, üzemek nem jöhetnek Kaposvárra, és most már el kell gondolkodnunk azon, hogy amikor majd elértük a munkanélküliség számát tekintve a számomra is elfogadható és kedvező szintet, attól a pillanatok, és az nagyon hamarosan itt lesz, attól a pillanatok kezdve a nagyobb hangsúlyt a minőségi bérezésre és a minőségi munkahelyek teremtésére kell fordítani. A másik ipari park a már régóta működő Videoton MBK területe. A cég folyamatosan bővíti termelését, és tavaly óta majdnem megduplázódott az itt dolgozók száma, amit az év végéig még 200 fővel szeretnék emelni. Mi elsősorban a munkáért Kaposvárról szeretnénk kielégíteni, hisz kaposvári cég vagyunk, és az itteni dolgozókban szeretnénk legjobban megbízni. Ezt nem tudjuk, akkor a környékről kell munkáerőt behozni, de ez nem sikerül, akkor még tovább kell mennünk, mert munkáerőre mindenképpen szükségünk. Így a két ipari parkban a tervezett 8-10 ipartelepen csaknem 4000 ember tudnak az ezredforduló után foglalkoztatni. A Baranya megyei területfejlesztési tanács meghozta döntését az áprilisig beadott pályázatokról. Több száz millió forintot kaptak az önkormányzatok, társulások, illetve vállalkozások. A megmaradt milliókra idén még lehet pályázni. Az úgynevezett kiegyenlítő alap idénre adható 500 milliójából 100, a céljellegűből csak nem 100, az úgynevezett decentralizált alapból 150 millió került a pályázókhoz. A célok nagyon hasonlók egymáshoz. Legtöbben infrastruktúrális fejlesztésekhez kértek, ebbe benne van a vízellátás, ahol még nem megoldott, benne van komplett gázfejlesztési program. Nagy gond a megyében is, erre is több helyen kértek támogatást, az utak rendbetétele, járdaépítés, belterületi vizek rendezésének a kérdése. A céljellegű támogatásoknál pedig a munkahelyteremtésnél azok jó részt ilyen helyi feldolgozó jellegű tevékenységekre, illetve a Törvényesügyi Minisztérium pályázatainak kiegészítésére, ami nagyon széles körű állattartó területek, ültetvények, gépbeszerzés, betakarítógépek. A Balaton régió jelenéről és jövőjéről tartottak megbeszélést a Balatonmogláron a tó körüli három megye közgyűlésének elnökei. A találkozót hagyományteremtő szándékkal hívták össze. Mindhárom elnök egyetértett abban, hogy a Balatont nem lehet részekre bontani, nincs északi és téli part, teljes egészében kell a turistáknak kínálni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a megyék közötti egészséges rivalizálás megszűnik. A Balaton nem lehet szeletenként eladni, nem lehet a keszthelyi öbölről vagy keszthelyi környékéről beszélni, hiszen néhány száz kilométerről tekintve ez egy kis maroknyi hely mindössze, tehát ezt együtt megjeleníteni, eszközeinket összeadni. Aztán majd az érkező vendég kiszolgálásába, programok gazdagságába versenyezni. De megszerettetni, vendéget hívni, csalni az irányunkba csak együtt lehet.
Mindenki meg akarja menteni a Balatont, ezért sorra alakulnak a különböző szervezetek, amelyek működése azonban vagy pénzhiány, vagy hatáskör hiányában nem túl hatékony. Biztató jel viszont, hogy az európai nyitottság jelszó jegyében kezdeményezték a régiós együttműködéseket. Nagyon fontos, hogy ez a régió, ez már egy működő európai régióval, a Loire-menti régióval tudott kialakítani együttműködést, tehát van európai kapcsolódási lehetőségünk, ami mindenképpen az együttműködésre szorít bennünket. A Balaton déli partján több helyen is található olyan magas fal, amely omlásveszélyes. Néhány héttel ezelőtt Balatonkenesénél már leomlott a löszfal, és hasonló veszély fenyeget többek között Balatonföldvárnál is. Az omlásveszély elhárítása és a károk helyrehozatala akkora összegeket emésztene fel, hogy a települések önkormányzatai saját pénzből nem képesek a munkálatokat finanszírozni. Balatonkenesénél a magas fal éppen az alatta futó vasútvonalra omlott, amely oly mértékben károsodott, hogy annak helyrehozatala több százmillió forintba kerülhet. Balatonföldvár területén egy 1700 méter hosszúságú löszfal található, amelynek állékonysága fokozatosan romlik a külső környezeti hatások, valamint a megoldatlan vízelvezető rendszer miatt. Itt utoljára 1997. januárjában észleltek partmozgást. A löszfal első 36 méteres szakaszának megerősítéséhez a városnak 29 millió forintra lenne szüksége. Ennek azonban csak a töredéke áll rendelkezésükre, hisz a saját forrásaik mellé pályázati úton csupán 8 millió forintot sikerült nyerniük. 8 millió meg a miénk, hozzá 5 millió, így a 13 millió forintért csak mintegy 15 méteres szakaszt tudunk kiépíteni. Hogyha most meg akarnánk, meg szeretnénk csinálni az egész 1700 méter hosszú szakasz, akkor abban az esetben 2 milliárd forintra lenne szükség, tehát ezek nagyon apró lépések, ha így megnézzük ezt a dolgot. Pécs közlekedés biztonsága is szerepel a városi közgyűlés ülésének napirendjei között holnap. Összeállításunk a gondokról és a lehetséges megoldásokról szól. Pécs közlekedésének neuralgikus pontjai a legszűkebben vett belváros, a kereszteződések, a kivezető utak, ahol torlódik a forgalom. A megoldásra van elképzelés. Azt kell nézni, hogy hogyan lehet úgy olyan műtárgyakat elhelyezni, olyan jelzőrendszereket elhelyezni, olyan forgalom lassító vagy helyenként gyorsító megoldást, ami oldja a baleseti veszélyhelyzetet. Kevésbé kell tiltó táblákban gondolkodnunk, meg trafipaxkocsik beszerzésében. Én híve vagyok annak, hogy olyan technikai megoldást alkalmazzanak, mondjuk jeleső fekvőrendőrt, amelyik objektíve arra készteti az autóst, hogy ne száguldozzon. Mint hogyha durvulnának egy kicsit az autósok, nem adják meg egymásnak az elsőbséget. A forgalomirányító készülékek, ugye a villanyrendőrök tilos jelzése az nagyon sokak által nem tiszteletben tartott. Hát azt hiszem, hogy ezt ki kell kényszeríteni, és ebben morálváltozásnak kell bekövetkezni. Rövid időn belül a Pécsi Gyermekklinika is elhelyez egy olyan inkubátort, ahova a teljes névtelenség biztosítása mellett azok az anyák helyezhetik el újszülöttjeiket, akik nem akarják, nem tudják vállalni az anyasággal járó gondokat és örömöket. Sajnálatos módon a kihaló nemzetek kategóriájába tartozunk. Ha egy gyermeket, vagy egy gyermek kisgyermek életét meg tudjuk menteni így módon, az már egy jó dolog, és az a másik a rendőrségi szemszögből nézve, hogy egy büntetőügyel kevesebb, hogyha ez a gyerek az inkubátorba kerül elhelyezésre, és nem valamelyik szemétbe, valamelyik kukába. A Pécsi Gyermekklinika vállalta az inkubátor elhelyezését. A város központjában vagyunk, egy regionális egészségügyi központ vagyunk, közel vagyunk a vasútállomáshoz, a buszállomáshoz. Azon kívül olyan nagy a gyerekklinika forgalma éjjel-nappal, hogy szinte észrevétlenül jöhet ide valaki, ilyen titkos szándékkal is, és úgy mehet el, hogy ez nem kerül napfényre. A helyszín kialakítását követően néhány héten belül elhelyezésre kerül az inkubátor. Az UEFA által támogatott többhetes labdarúgó edző tanfolyam záró ünnepségét tartották ma Pécsett. A kurzus színhelye az országban harmadikként Pécsvárad volt. A pécsi szervezők maguk is elvégezték a tanfolyamot, így személyes tapasztalatokat is szereztek. Egy olyan tudással, tudás birtokába mehetnek vissza csapataikhoz, azt hiszem, ami a mai európai színvonalnak megfelel, és holland, olasz, angol legfrissebb szakismereteket szereztünk, ami azt mondja, a mai magyar labdarúgásnak, az ott működő edzőknek roppant hasznos. Mi volt a baj? Nem hagytuk a gyereket labdába rúgni magyarul.
válogatottjaink, serdülő ifi válogatottjaink leverték Európa labdarúgását, a hasonló korúak között mindig ott voltak az élbolyba. Viszont amikor ezek felnőtt labdarúgók lettek, eltűntek. Na hát pontosan ezért, mert korán kiszipolyoztuk a gyerekeket, és mire beértek volna, addigra kiégtek. Idén 11. alkalommal rendezi meg a Bóbita Báb Színház társulata a Pécsi Nemzetközi Felnőtt Báb Fesztivált, szabadtéren és teremelőadásokkal bővítve. A június 25-től 28-áig tartó rendezvénysorozat számos látnivalót kínál gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt. A fesztiválra Magyarország és 7-8 külföldi ország bábszínházai és szólóbábosai érkeznek vendégként. A fesztivál jellege idén változik a korábbiakhoz képest. Elsősorban szabadtéri utcai előadásokat, illetve stúdióprogramokat hívtunk meg. Ez azt jelenti, hogy a közönség, a nagy közönség számára szeretnénk nyitni, tehát azt szeretnénk, ha ez alatt a fesztivál alatt a polgárok, a turisták igazán érdekes, izgalmas programot találhatnának. Csorba Győző Kossuth Díjas költő síremlékének avatására került sor a pécsi köztemető díszsírhely parcellájában. A síremlék Pál Zoltán szobrászművész alkotása. Számunkra, akik pécsiek vagyunk mindannyian, Csorba Győző egy olyan fogalom, aki emlékezni csak örömmel, vidámsággal ünnepelve lehet. Az emlékmű megalkotójának komoly feladata volt, mivel a környezet miatt olyan műegyüttest kellett létrehoznia, ami nem pusztán a szabad formaalkotás paramétereit jelenti. Az utolsó latin műveltségű ember volt, ami sűrítve talán annyit jelent, hogy a gondolkodó. Ha egy formáról kell beszélni, vagy arról, amit én csináltam, akkor ezt kellett kibontanom, hogy mit tudok ezzel csinálni. És ekkor jutottam el ahhoz, hogy egy széket veszek alapmotívumként, egy széket, ami egy olyan statikus elem, amin gondolkodni lehet, és ennek egy parafrázisa. Tehát nem egy abszolút széket, nem egy naturális széket csináltam, hanem ezt átírtam. Az emlékmű nagyon nemes anyagból, afrikai New Belfast nevezetű gránitból készült. A feltételek megteremtése után fél év alatt készült el. Kaposváron a Színfolt galériában a hónap végéig egy szlovákiai magyar festőművész, Almási Róbert képei láthatók. Az 1948-as születésű művész iparművészeti középiskolát végzett, majd 1968-tól a Pozsonyi Képzőművészeti Főiskola hallgatója volt. Ezt 1974-ben a monumentális festészet szakon fejezte be. A színfoltbeli kiállításán azonban elsősorban nem ezzel az alkotóval ismerkedhetnek meg, hanem a pasztelfestővel. A Dunaszerdahelyen élő művész alkotásaiban ugyanis felhasználja az úgynevezett kamarafestés, a grafika és a monumentális festészet eremeit is. Ezen a tárlaton több sorozatot mutat be lovakról, hosszúhajú vagy épp kalapos nőkről. Itt szinte mindig a formák ritmusa érvényesül, annak ellenére, hogy ahol kékes tónusok, máskor meg inkább vörösek is határozott szándékot mutatnak. A formák azonban sokkal jelentősebbek Almási Róbert munkáiban. A tündéreket vagy a tájat is szinte csak hullámvonalak együttesével érzékelteti a művész. A színek inkább kiemelik ezt a ritmusból adódó feszültséget, mint például a Krisztus a keresztfán baljóslatú kékjei, vagy a Pietà szelíd, halványvöröses árnyalatai. Most pedig következzék adáskörzetünk időjárási előrejelzése. Tovább tart a kánikula. Derült, száraz éjszaka várható, hajnalra csak 17 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap csak néhol növekszik meg a gomoly felhőzet, a legmagasabb nappali hőmérséklet 31-33 fok között alakul. Kedves nézőink, a pécsi körzeti stúdió ezzel búcsúzik, a viszontlátásra!